Sziasztok, akkor üdvözletem minden Budafok hárosról. Vagyis hát most már csak hárosnak hívják a vasútállomást, de most ezt fogjuk megnézni. Így miatt átadták a vonalat, ez is egy kicsi megújult az állomás, de nézzük is meg. Itt vagyok a peron szélénél, és itt lesz majd a lift. Tehát a liftaknálnak már megvan a helye. A túloldalt is ott van a másik vágány. És ott is megvan. És most itt vagyunk az új peronon, azt látjátok, mert a régi peronok azok hátrébb voltak a felvételi épületnél, most itt újabban van, közelebb tették így mindenhez. Igaz? Meg valószínűleg az lehetett a fő oka, hogy itt az aluljárót majd tovább viszik, és akkor majd a buszmegállókhoz lesz közelebb. Mert mellettünk már ott van az út, meg a bicikli út, és ott lesz a buszmegálló. Akkor megy a fölött, igen, az a 30-as, az alsó pálya, úgymond, ez meg a felső pálya. Meg ott áll benne egy tehervonat még, ez már a felső pályához tartozik. Igen. És itt az iparvágányokat is csak átépítették, vagy néztétek, igen, hogy a... Nem egy komplet. Ja, nincs rajta mozdony? Nincs. Ja, hát azt innen nem látom. Ja. Nincs rajta mozdony, ott a jelzőnye már ott is a kocsik vannak, csak... Ja, tényleg, akkor nincs rajta mozdony. Ez csak ilyen tehenmagon. Meggyárok, itt is a szokás, hogy széles peronok épültek, és két sziget peron épült. Gyakorlatilag itt van a... És arrafele van a kamionszállítónak a terminálja, itt tudtak a kamionok felállni, de az teljes egészében elbontották, itt már ugye már a kamionszállító vonatok is megszűntek, tehát már nincs el szükség. Ja, igen, a világítás az ledes van ott, azt tudom, hogy a kamera fókuszálnak meg is tudnám mutatni. És a 30-as vasúttal, ha minden igaz. Hát először a 30-at csinálták meg Kelenföldtől. Jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a toronyt is lebontották, akkor kezdték el a felújítást, és azzal kezdődött minden. Hát Kelenföldtől Fehérvári megcsinált. Igen, pályát. Ja, igen. Igazad van, igen. Mert ugye, és itt még élőszavas hangos van. Kíváncsa felé lesz egy elkerülő. Igen. Elkerülő is. Fehérváron volt az irányító torony ott. Itt is volt egy torony, azt hiszem. Itt. Amit már lebontottak. Az nem torony volt, hanem vált. Ne, az a körházak volt. Felvételi épület után valahol ott volt az átjárónál. Az egy örhely volt. Hogy ez a felújítás, igen. De már akkor sem használták, akkor is üresen állt már. Visszatérve a felújításra, az Iváncsáig tart egészen, mert ugye ott lesz egy elkerülő. És van ott egy kiárat, figyeljetek, ide vonat fog jönni. Nem, a Dudai finomítót fogja elkerülni, meg Elcsit, igen. Ott finomítót és Elcsit megkerül. 100 halombatta után, igen, lesz egy elkerülő. Meg Érdél fog épülni egy összekötő vágány majd szintén ott a 30-as vagy a 40-es vonal között. Már a nyomvonala megvan, tehát... Csak voltak olyan hülyék, hogy beépítették az érvényes engedély ellenére. Itt van az újonnan épült aluljáró, ide is lenézhetünk. Ja. Közérdekű közlemény, vigyázzat lépcső. Köszönjük, észrevettük. Mennyire visszhangzik, de a közben itt van. Viszont itt több kiárat is van. Ja. Igen. Mert még itt vannak, még a lifteknek a helyei, ez megvannak, de lift az még nincsen. De a világítás már beépítették. De hogy viszont, mint hangosan is. Hú! Ez nagyon jó. Hát itt lesznek majd a liftek. De ez is még csak átmeneti, édes. Ez csak fel van celluxozva ide. Igen. Ez még ugyanúgy oda van. Csak fel van celluxozva, hát ennyi az utas tájékoztatás jelenleg. És igen.
Persze, hát itt a lifteket őt megcsináltuk. De miért nem csinálták a támfalásra, azt nem is értem, mert az még nem romlan el. Az a gépház lesz ott a... Igen, meg a... Ez ilyen szolgálati. A lámpáknak a helye lesz valamikor egyszer. Hát vagy ilyen kábelezés, vagy pedig a kamerának remélhetőleg az is lesz. Lehet. Mondjuk így mennek a lámpák. Azt nem kéne kispórolni a biztonsági kamerákat, hogy ne verjék szét már az első héten, meg ne firkálják össze. Hát igen. És akkor itt a másik. Hát ez a másik, igen. Ez meg már fölvisz a buszhoz. Hát látszik, még az úgyse nagyon készült el. Ilyen átmeneti. Hát meg ezt itt el. Okay. Ja, meg itt egy ilyen ideiglenes járdaszerű láb. Na meg a kibontott betonaljak itt vannak, ezeket a pályából szedték ki. Akkor így lehet majd kimenni a buszhoz. Azt nézd, hogy konkrétan ez olyan, mint hogyha a régi peronokból szedték ki a járdát. Mert hát, nézd már meg... Van végül is az volt kéznél, tehát azt lehet, hogy azzal csinálták meg, az volt kéznél. Ez... Ami egyébként nem is hülyeség, mert legalább nem költöttek rá sokat, tehát ezt kreatívan felhasználták, ami volt. Olyan, mintha már le lenne aszfaltozva újra. Nézzük meg. Ezek kitörne régi karomból vannak szerintem nyárnak. Ott van, az ÖBB Taurus. Ennek volt kiállata? Igen. Ennek volt. Na látod, Kalcsi, most nem vagy itt. Igen. De ez nem simán mozd, ez kamaz. Vagy liaz, nem? A kamaz? Nem, kamaz. Az elején rajta volt, hogy ez kamaz. Ez kamaz. Látjátok is. Ez szép. Ott ment az ÖBB-s tervonat. Csákult videó lesz, mert benne volt az oszlop, de Kalcsinak majd elküldöm. Megkérdek, hogy ott a, most rázomolok nektek, ott az a felvételi épület, az ott van a háttérben, és régen ott voltak a peronok előtte. Felvételi épület előtt voltak a peronok, most csak azért tolták, hogy közelebb van a busz megállóhoz. Igen, látjátok, én is mondtam, mindjárt megmutatom. Így el lett tolva, hogy itt nyíl egyenesen kivész, és ott a busz megálló. Tehát ilyen szempontból ez logikus volt idáig eltolni. Hát igen, az tényes való, mert itt a megálló. Mert jóval közelebb van a busz megállóhoz így. Igen. Tehát ez mondjuk egy okos döntés volt itt. És speciál okos döntés volt eltolni a peront. Komponálnál már nem annyira. Na, Zoli azt mondta, hogy talált valamit. Na, mutasd meg! Állomásjelző táva. Jó, persze. Van vésve az áb. A áot úgyse fogok megállni jelzése a mozdonyvezetőnek. Ez hogy került a járdába? Hát mert mondom, állomás hogy ez volt a peron, látod? Ez a régi peron volt. Abból csinálták a járdát. Tehát ezt jól mondtad az előbb, hogy tényleg, tehát felhasználták erre a járdát. Jól mondtam, ja. Viszont itt a kérdés. Hát akkor ott az állomás bemutatás itt Budafokhárosan, ez nagyjából ennyi is volt. Szerintem mindent megnéztünk, amit meg akartunk. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, és lehetok. Hát ahogy Zoli mondta az előbb, hogy ha tetszett, akkor csináljátok, amit akartok. Mondjuk hagymás babot, mert azt szeretem, vagy sört, az is jó, vagy pálinkát. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!